mindenki, itt vagyunk a Photoshopban. Felmerült kérdésként, és én magam is elcsodálkoztam, hogy nem csináltam még róla tippet, pedig egy elég evidens dolog lett volna, hogy hogyan kell két képet a Photoshopban szépen összemosni egymással egy lágy hosszú átmenettel. Hát, hogyha kicsit belegondoltok, és egy picit már követtétek a rétegekről és a réteg maszkról készült videóimat, akkor talán már magatok is rájöhettetek erre, de ha nem, akkor itt van nektek ez a videó, megmutatom, hogy hogyan kell ilyen fényképet csinálni, tehát két külön rétegen, két külön képet szépen egymásba mosni egy ilyen hosszú, picit ferde átmenettel. Egyébként teljesen mindegy, hogy ferde, egyenes, tehát egy hosszú, lágy átmenettel. Ha ez érdekel, akkor a következő néhány percben tarts velem. Itt is van a két képünk, amit egymás fölé kell másolnunk. Igazából mindegy, hogy melyiket teszed alulra, melyiket teszed fölülre. A végeredmény úgyis nagyjából ugyanaz lesz. Legyen mondjuk ez a fénykép, úgyhogy kijelölöm, rákattintok. Viszont ahhoz, hogy teljesen kijelöljük a képet, a Ctrl és az A gombot kell megnyomnunk. Így látjátok, itt teljesen ki van jelölve, a szélén ilyen kis menetelő pontok futkároznak. Ezután a Ctrl-C gombbal a szokásos, kimásoljuk vágólapra, és most akár be is zárhatjuk, tehát ide kattintok erre az X-re, a másik képem lett aktív innentől, és a Ctrl-V gombbal szépen rámásoljuk az előző képünket. Ahogy látjátok, egy teljesen különálló layer egy nevezetű rétegen, itt van a másik kép. Itt van egy kis csalafintaság a dologban, ugyanis a két kép nem is egyforma méretű, úgyhogy nem árt, hogyha mondjuk itt az opacity-nél, tehát a felső réteg van kijelölve, a felső réteg opacity-ét, vagyis átlátszóságát egy kicsit lejjebb veszed, így átsejlik az alsó, és hogyha itt ezt a mozgató eszközt választod, akkor szépen látod, hogy nagyjából hova kéne tenned ezt a képedet a másikhoz viszonyítva, hogy olyan viszonylag jó eredményt kapj majd a végén. Én ezt így ide teszem. És aztán az opacity-t vissza is vehetjük teljesre. Így legalább a két képet egymáshoz képest szépen bepozícionáltuk. Ahhoz, hogy egyforma méretűek legyenek, hát itt le kell vágnunk mondjuk a nagyobb képből, és akkor nem lesz semmi probléma. Ehhez a felső rétegen nyomom a Ctrl gombot, és egyszerűen ide a rétegnek a kis képére rákattintok. Így újra kijelölődik ez a teljes kép, a felső réteg, és itt az Image Cropnál levágom. Ezeket a menetelő hangyákat úgy tünteteted el, hogy itt a bármely kijelölő eszközre kattintasz, és a kijelölésen kívülre, és már is eltűntek. Most két egyforma méretű rétegünk van. Igen, egy kicsit elbénáztam, nem lett túl jó, hogy kilóg itt az országház, de fogjuk rá. Ezt a felsőt egyszerűen ezen az oldalon ki kell törölnünk, és mivel törölhetjük ki? Egy maszkkal. Úgyhogy egy réteg maszkot fogunk rátenni, mégpedig itt alul ezzel az ikonnal, mint látjátok, meg is jelent. Jelenleg ez még üres, úgyhogy nem maszk. És ezt a réteg maszkot nagyon sokféleképpen alakíthatjuk, akár egy ecsettel is, de van itt nekünk egy gradient toolunk, ami egy átmenetes eszköz, tehát egy átmenetes szint produkál. Erre kattintunk, meggyőződünk arról, hogy itt a fekete és a fehér van bejelölve elsődleges és másodlagos színnek, és itt fölül, ahol a gradientet állíthatjuk, tehát hogy milyen átmenetet szeretnénk, a feketéből ilyen kockás színbe, vagy nem színbe átmenetet választjuk, ez azt jelenti, hogy feketéből a semmibe, az átlátszó háttérbe fog átmenni az átmenetünk. És nincs is más dolgunk, mint hogy vagy így vízszintesen, vagy egy kicsit ilyen sréhen kijelöljük az átmenetnek a kezdő és végpontját. Mindig onnan húzd, ahonnan törölni szeretnél, tehát a tőle jobbra eső területek lesznek kiiktatva a képen, azok nem fognak látszani, de ha elengedem, mindjárt látni is fogjátok, hogy mi az eredménye. Hát valami ilyesmi. És ha már itt elbénáztam, akkor rákattintok az alsó rétegre és itt a mozgató eszközre, és ugye mivel nekem ez egy zárolt réteg, ezt így simán a mozgatóval nem fogom tudni elmozdítani, ki is írta nekem a Photoshop, hogy ez
zárolt réteg, tehát nem mozgatható, de hogyha duplán rákattintok, akkor megkérdezi, hogy szeretném-e ezt egy új rétegként player nulla néven menteni. Igen. És ugyan nem történik szinte semmi, látszólag csak a neve változott, de eltűnt innen a kis lakatunk, amit egyébként ezzel a gombbal is kibe kapcsolhatsz. És most már át tudom húzni, úgyhogy egy kicsit jobban érvényesüljön az alsó réteg. Ahogy látod, nagyon szépen ezt itt tökéletesen mozgathatom alatta, és akár oda húzhatom, ahol nekem jól esik ez a dolog. Lehetőleg a másik oldalán ne kezdjen el látszódni az éles széle, de így valahogy szerintem oké lesz. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, aki megnézte a videómat. Remélem, hogy hasznos volt, hogyha így találtátok, akkor nyomjatok egy lájkot, illetve hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és hogyha bármilyen további kérdésetek van ezzel a témával kapcsolatban, akkor azt megtehetitek itt lenne a komment szekcióban. Sziasztok!